El tudjuk képzelni az életünket szimbólumok és jelképek nélkül? Próbáljuk meg. Mondjuk elmaradna az üzletkötések után a készfogás, ami ugye azt jelképezi, azt szimbolizálja, hogy megállapodtunk, megegyeztünk egymással, bízunk egymásban. De a térképekről is eltűnnének a jelölések, amelyek értelmük szerint jelképek. És helyettük betűkkel, szavakkal lenne kiírva minden. El tudjuk képzelni, hogy mekkora térképekre lenne szükség, hogy minden leolvasható legyen, vagy ma már inkább képernyőre. De ugyanígy országok, városok címereiről, a zászlókról is eltűnnének a jelképek, és helyettük szöveg lenne. De a szöveg sem ugyanaz és ugyanolyan lenne, mert az írásjelek is eltűnnének. Láthatjuk tehát, hogy át és átszövik az életünket a szimbólumok és a jelképek. Azért, mert egyedül az ember képes elvont gondolkodásra. Egyedül az ember képes arra, hogy önmagán túlmutató jelentőséget tulajdonítson állatoknak, színeknek, természeti jelenségeknek, formáknak. Olyan jó, hogy van az ember életébe olyan jelkép és olyan szimbólum, ami nemzeteken és határokon átível. A jelképeink sokszor ugyanazt jelentik Üzbegisztántól Kaliforniáig. De jó, hogy van olyan, ami szavak nélkül is egységre hoz, szavak nélkül is közös nevezőt ad. Nekünk, keresztényeknek is van két jelképünk. Az egyik a hal, a másik a kereszt. Miről szól a hal? Mindnyájan láthattunk autók hátuljára oda ragasztva egy kis hal szimbólumot. Három opció lehet, az egyik, hogy valamelyik közeli horgászegyesület tagja a sofőr, de nem valószínű. A másik az, hogy használt autót vett, rajta volt a hal, de még nem kaparta le, ez sem valószínű. A harmadik már inkább. Azt jelenti, hogy annak az autónak a tulajdonos, a sofőrje vállalja azt, hogy keresztjén. 2000 évvel ezelőtt a kereszténység hajnalán, ha találkozott egymással két ismeretlen ember, de feltételezték valami miatt, hogy a másik is esetleg keresztjén, akkor ahelyett, hogy beszéltek volna, szavak helyett, rajzoltak a porba egy halat. Ha a másik ezt értette, akkor jöhetett akár az ölelés is. Ha csak úgy furcsán nézett felhúzva a szemöldökét, akkor udvarias biccentés, és tovább állunk. Mit jelképezett a hal? Ha görög nyelven leírjuk az első keresztény hitvallást, ami így hangzott, Jézus Krisztus Isten fia megváltó, és ennek a mondatnak, a szavainak az első betűit leírjuk, az egy értelmes görög szót ad ki. Ichthys, ami azt jelenti, hogy hal. Persze kérdezhetnénk, hát miért nem kérdezték meg egymástól, hogy te is keresztény vagy, én is keresztény vagyok. Hát azért, mert akkor az első évszázadokban a kereszténység üldözött vallás volt. Nagyon sok mártírja volt a kereszténységnek, ezért, hogyha találkoztak, akkor szavak nélkül kellett kiderülnie a másikról. Milyen jó, hogy vannak jelképek. A másik ilyen jelképünk a kereszt. A kereszt ott van templomaink tetején, a templomainkban, ott van köztereinken, ott van magaslatokon, hegycsúcsokon, sőt, ékszerként hordjuk a nyakunkba, vagy akár a fülünkbe, sőt, akár magunkra is tetováltathatjuk. Na de milyen aberrált dolog, mondhatná valaki, hogy egy kivégzési eszköz kicsinyített mását hordjuk magunkon. Igen, ugyanis a kereszt az egyik legbrutálisabb kivégzési eszköz volt az ókorban évszázadokon keresztül. A lényege az volt, hogy nagyon sokáig szenvedjen az, akit rászegeznek. És hogy lett ez a mi jelképünk, és mit jelképez számunkra a kereszt? Azt, hogy mi nem tudjuk a saját hajunknál fogva kiemelni magunkat a mocsárból, életünk mocsarából. Ezért az Úr Jézus Krisztus magára vette bűneinket, és annyira szeretett minket, hogy az életét is adta értünk. Hal és kereszt. Két jelkép, ami túlmutat önmagán, és mutat az ég felé, arra az Istenre, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.